egyéninek és együttesek megosztásában, vagyis szólisták és az együttesek a műsor végén a legjobbak természetesen nyívódíjat kapnak. Fiatal kezdő együttesekkel foglalkozunk és fogunk találkozni. Ezeket az együtteseket későbbiekben ősszel egy külön megrendezésre kerülő továbbképzésre fogják meghívni, és ez majd remélhetőleg segíteni fogja a továbbhaladást is. Külön szeretettel köszöntöm a zsűrit, akik a mai versenyt, a mai vetélkedőt el fogják bírálni a zsűri tagjai között, és külön tisztelettel az elnököt, Perfik Tamás előadó művészt, Koszics Attila rokszakértőt, és a zsűri harmadik tagját és ennek az egész programnak a szervezőjét, egyik főszervező és Stenzer Bélát, a megyei művelődési csoport vezetőjét. Ők lesznek azok, akik természetesen nem szubjektíven, hanem objektíven fogják elbírálni a megérkezett zenekarokat és azokat, akik a versenyen vagy a vetélkedőn részt vesznek. Szeretném mondani, hogy a benevezett 15 zenekarból eddig 11 érkezett meg, a sorrendet előzetesen sorsolással döntötték el. Most még hiányoznak azok a zenekarok, akik a sorsoláson nem voltak jelen. Ha van a zenekarok között olyan, akik sorsolásán nem voltak ott, kérném szíveskedjenek a zsűrinél jelentkezni, ebben az esetben megkapják a rangsorukat ebben a felállásban. És akkor azt hiszem, miután a srácok behangoltak, itt mondhatom, hogy a színpadon az Export együttes tagjai látható. Régebben, és ezt ők kérték, régebben ők az Expunctum nevet.
de adjad a lépésed, mert nem nagyon szólok. Thank you.
Thank you.
erős különböző kocsán. Egy téló magára, nem is odafán, és ideállt, mint lázas módon állom, lassan összeállok én. Mint a halálám egy új szülő, kis faszos énekét, fogom.
Yeah.
talán, jól az álmok esem, betonnak hallok minden fel. Nem hallhatom,
Thank you.
Sűrűsödik éjjel, úgy látom felé,
Thank you.
társaság, melynek vezetője Rátkai Antal, egyik közismertebb nevén Szkonyi, ő kezelte a ritmus gitárt, Boros Károly szólógitározott, Dani János basszus gitáron játszott, Miklós Zoltán billentyű, és a dobot pedig istentelenül Sári József lehet. Tehát fél éve van együtt az együttes ennek a felállásnak megfelelően, és ezért is választották az új menület nevet. Thank you.
Thank you.
A harmadik befejező számnak a szépen instrumentális dal ez. A címe Démonok tánca. Thank you.
Thank you.
címe, ez csak egy pillanat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ő is magyar ének. A zenekarra is van egy olyan blokk, ami nagyon fontos. És abból lesz. Thank you.
ahol már a világon felett mi bán. Mondtam már minden élet, a bátrak azok, kik félnek egyaránt. Na 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 na
kérés, nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Jön a kérés, nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Engem a kérés, nagy szégyen, thank you.
kampai jól élsz. Az újságokban te mosolyogsz, csak látőnek használsz minket. Előterő körükben mozogsz, fehér ruha, fehér cipő, elegáns lelki ismeret, összkomfortos nem élet, tápütéses haza szeretet. Thank you.
hangfelvétes következik. Megpróbálunk a 10 perces határon belül maradni. 2 számot fogunk előadni. Az elsőnek a címe Nincs folytatás, a következő pedig repülési jó szórakozást kívánok. Thank you.
következik a repülés. Yeah.
Thank you.
62 éves a Magyar Rádió.